So che hai tutta la merda del mio gondola, no? Rigiste i propri bisbotti. Mi ne provate a me in interno. In aereo del chiesto, ma più stanno. Sono lui io di no, sti serve. Quello con lui la l'altro. Ma non si temo le perdite. Ah, edisci. Mi viene da te il tuo trovato, se asciutto? Ah, è vero. Ma che c'è? Ma che c'è? Ma tu ti hai messo che tu 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 hai messo che che ci faranno la le locazioni. Ma io stanno! Su che sei di merda? Ma se il nostro chiedermi, mostra il cinghiermi. Dica perché la pensare con noi. E io non ti voglio sa cosa sei. E se anche nel sasco. No, sei che suonata. Chi so chi sbagliato tutto, non lo sento il tuo rigore. Se esce il questo. Accorre un po' a chi. Poi fa che esce. Lo scende. Vicina. Sono zitto. Ma non ti sciogliamo per 20 euro. Io ti mando una cattiva. Zitto, mi danno tre chiavi. Non c'è. Fai. Oggi fai. O scherzi, oggi fai! Ma tu mi lago, scendi, c'è sempre ciò che te. E nel sabato, ti faccio la mia pitta e la schiena e la vesci, mi muovo. Ma non mi fai che ti fai quello. Oggi fai, o scherzi, oggi fai, eh? E tu mi fai con quello questo. Era lo spinoglio. E mi dico su tuo sciopillo, non ti fa. Su tuo sciopillo. Sciocarles. De iures. Chi ci potresti? C'è chi dice. Nei rossi sono i miei sciocchi per quel che si chiama. Io con noi ho un furcio a mezzo. E ci vedo, come è qui nel mio liscio? Ma se lo rimble, rimble. Mohat, vittire? No, c'è a me. Tu va a guida per questo. I capo hotel, hotel sales. Io esempio.
a cipőt hibáztatja, volt a lába a hibás. Ez most már kezd nyugtalanító lenni. Az egyik adó üdvözül. Nem a rossz százalék. Mi az? Mi lenne, ha bűnbánatot tartanak? Mit bánjunk meg, nem? Mit is? Ne részlet is. Azt, hogy megszülettünk. Már pacagni sem. Ettől is megfosztottak. Már csak a mosolygás maradt. Csak, hogy az nem ugyanaz. Mit akarsz? Olvastad a Bibliát? A Bibliát? Belelapoztam. Ahol emlékszem. Emlékszel a Zsoltárok? A Szentföld térképére emlékszem. Színes térkép volt. Nagyon szép. A pont tengert halványkékre festették, csak ránéztem és elfogott a szomjúság. Azt terveztem, hogy a mézeseteket ott töltöm. Ússzunk és boldogok leszünk. Úgy látszik valamikor költő voltál. Azt hát. Kitalálhatod volna. Mit is mondtam? A lábad hogy van? A takad. Igen, igen, igen. Emlékszem. A lakatról beszéltem. Emlékszel? Nem. Akkor az ugyan? Nem. Jó, csak van múlik az idő. Azt a két dolgot a megváltóval együtt feszítették keresztül. Csodával. A megváltóval. A két tolvat. Azt beszélik, hogy az egyik megmenekült, a másik viszont elkárhozott. Mitől menekült meg? És mi? A pokoltól. Hát én megyek. És mégis, hogy lehet az? Nem figyelek ott. Hogy lehet az, hogy a négy evangélista közül csak egy beszéli el így a történetet? Holott mindannyit négyen jelen voltak. Vagyis a közelben. És mégiscsak egy tudatlanul van a bűnözők. Majd a Bogó végig azért visszakerült a lakát. Csak egy a négy közül. A másik háromból kettő semmit sem tudott a két tolvajról. A harmadik pedig azt állítja, hogy azok ketten alaposan lehalták. Kik? Egy szót sem jöttek. Kit hordtak le? A megváltó. Miért? Mert nem akarta megmenteni. Ugyan! A halától! És aztán? Feltehetően mind a ketten elválasztott. Ja, és azután? De az evangélista azt mondja, hogy az egyik vaton üdvözült. Na és? Nem egyezik a véleményük. De mind a négyen ott voltak, és mégis csak egy beszél az üdvözült vatonról. Miért hittünk inkább neki, mint a többiek? Kész neki? Mindenki. Csak ez a változat ismeretes. Emberek hülyék. Thank you.
azt mondta, a fa előtt vagy. Vász más fát is? Miért vagy? Azt hiszem, szomorú tűz. És miért nincs levele? Kiszáll. Vége a szomorúságnak. Ha csak nem az évszakozott. Szerintem ez inkább cserje. Bokor. Cserje. Bokor. De csak nem arra célzol, hogy rossz helyen várunk. Már itt kellene lenni. Nem mondta biztosra, hogy jön. Jó, és ha nem jön? Akkor holnap pedig eljön. És holnap után. És így tovább. Az szóval amit csak el nem jön. Könyörgöm. Tegnap is itt voltunk. Á, de hogy? Becsapod magad. Nem, nincs nem tegnap. Hogy tegnap mit csinál? Mit? Hát, kételkedni azt aztán tudsz. Miért? Szerintem tegnap is itt voltunk. A környék ismerős? Azt nem állítom. És akkor? Attól még. Na de mégis. Ez a fa. És ez a tőzegláb. Biztos vagy benne, hogy ma estére mondta. Mit? Hogy eljön. Szombatot mondott. Úgy végig. Na de. Melyik szombat van ma? És szombat van-e ma? Nem inkább hétfő, vagy csütörtök, vagy péntek? Lehetetlen, vagy vasárnap. Akkor mit csináljuk? Biztos lehet, mert a tegnap hiába jött el, akkor már nem fog megint ide jönni. De azt mondtam, hogy tegnap este itt voltunk. Én is tényleg beteg. Miért nem vagy soha aludni? Nagyon egyedül érsz. Álmodtam. Nem mondtam. De azt álmodtam. Nem mondtam! Ez itt elég neked! Nem szép tőled. Kinek meséljem el az álmaimat, hogyha nem neked? Tartsd meg őket magad. Tudod, hogy nem tudom az ilyesmi. Azért vannak pillanatok, amikor arra gondolok, hogy okosabb lenne, ha elválnánk egymástól. Nem jött rá messzire. Ja, hát az nagyon kellene volna, nem igaz? Én nagyon kellene. Nem igaz? Tekintettel az út szépségére és az utitársak jóságára. Nem igaz? Nyugalom. Az angolok ezt úgy mondanák, hogy nyugalom. Ismered annak az angolnak a történetét, aki kubbelába ment? Ismerem. Mondd el. Megmondom. Egy részeg angol beállít a kuplerájba. A kuplerája is megkérdezi tőle, hogy milyen nő akar. Szőkén, barnán, vörösen. Elég volt! Valamit közölni akartál el? Mondd, Billy! Nincs semmi mondani való. Meghallottál. Bocsánat. Gyere már, Billy! Add a kezed! Hagyd, hogy megöleljen!
fok vagy ma szabadva? A mesére gyógyítom fog meg már. Most mit csinálok? Igen, várás közben mit csinál? Kössük fel magunkat. Legalább felállt. Felállt. Meg ami azután következik. Ahova buli, ott nadragúja. Ezért sír a nadragúja, kitépjük a bőrönből. Ugye nem tudtam? Akasszuk fel magunkat most rögtön. Egy ágra! Nem bízom a sikerekkel. Attól minden próbálhatjuk. Vagy utána? Ne, előtte. Nem, te, előtte. Te könnyen vagy nála. Tehát éppen azért te. Nem értem. Gondolkozz már egy kicsit. Nem értem. Az ár. A fár. Miért nem próbálod megérteni? Minden bizalmam benne. Nem törik el. Gogó meghal. Didi nehéz. Az ág eltörik, Didi egyedül, viszont... Aki többre képes, az kevesebbre is képes. De vajon nehezebb vagyok rá? Hát nem tudom, te mondtad. A valószínűség egy az egyhez. Vagy van. Akkor mit csináljuk? Nem csinálok semmit. Az a legjobb. Várj! Nincs mód. Meglátjuk, mit mondok. Ki? Gondol. Jó. Először lássuk, mi a helyzet. Másfelől meg addig kell ütni a vasat, ami meleg. Kíváncsi vagyok, mit mondok. Nem. Azt még nem kötelez bennünket semmit. Figyelj. Mit is kértünk tőle? Nem voltál. Nem figyeltem oda. Hát tulajdonképpen semmi határozott. Kérelemmel járultunk elébe. Úgy van. Bizonytalan felterjesztéssel. Mi is mondhatja? És mit is válasz? Ezt majd meglátjuk. Hogy nem ígérhet semmit. Meg kell hányira lenni az ügyet. Mindent adja. Megbeszélni a családjával. Igen, a barátaival. Az ügyetével. Az üzlettársaival. Megyek az üzleti könyveivel. A számláival. Mielőtt ötted a dolog? Így van rendjén. Ugye? Szerintem. Szerintem is. Kérdem, hogy mi? Mi? Hogy jövünk a képbe? Képbe? Lesesd el az! Négy kézláb. Hát itt tartunk. Jóságot talán érvényesíteni akarja a jogait? Nincsenek többi jogait! Megijedtem! Azt hittem ő az. Ki? Godó! Ugyan már, szélben áldatban. Megmentem volna rá esküvő, hogy ő kiállt. Miért kiáltott volna? A lovát szólította. Hát, én megyek. Hová? Éhes vagy. A közösságról? Más nincs. Fehér répát is. Akkor egy esetben. Sárga viva.
barátom. A fehér épádon össze. Lassan rend? Több nincs. Kérdeztem tőled valami. Csak ugyan? Válaszoltál már? Jóságra jó. Élet. Remek! Remek! Mit is adott már végig? Már nem emlékszem. És ez bosszantó. Már mindjárt eszembe jut. Bombás ez a sárgarépa. Mindjárt eszembe jut. Te hátba jut. Ugye nem vagyunk hozzá kötve. Egy szót sem. Kérdem, hogy hozzá vagyunk-e kötve? 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 Hát ez kötve. Meg ők egész testünkkel. Ki ez? Ki kötött meg? De hogy is írják ott hozzá? Godóban? Godóhoz vagyunk kötve. Micsoda gondolat? Hát erről szó sincs. Godónak hívják. Azt hiszem. Úgyhogy minél tovább beszél az ember, annál kevésbé jó. Na, a fordítva volt. Vagyis? Még azt sem tudok hozzákezdeni. Ez volna a fordítva, hogy csak? Bérvésítő. Jelen. Nincs mit. Ne, igen, bele kell törődni. Mindenki olyan maradja, amilyen. Igen, hiába lázunk az ember. Mert az alap nem. Mert az a bőrünkből nem bújhatunk. Állj! Fordulj! Állj! Barátom! Én nagyon örülök.
találkoztunk. Nem, őszintén örülök. Közelebb! Állj! Az idő nagyon lassan múlik, hogyha az ember egyedül utazik. 6 óránál, igen? 6 óránál, találja ki, hogy bárki ember fiával találkozott volna. Jobb egy! Az a helyzet, barátaim, hogy nekem nehezebb esik, hogy a hosszú időn át nélkülöznöm kell a hozzám hasonló társaságát. Még abban az esetben is, hogyha a hasonlóság hát nem mondja, tökéletlen. Szépen. Szüksége a csontodra van? Várhattál volna. Miért várt volna? Természetes kérdés. Nos, nekem személy szerint nincsen rájuk szükségem. Csak hogy az az elf, hogy a csontokat Roger illeti, tehát őt kell megkérdezni. Hogy? Kérdezem. Kérdezem, hogy nyugodtan ne féljem. Válaszol. Na. Bocsánat, uram. Szóltak hozzá, disznó! Elej! Igényt tart-e a csontokra, uram? Uram! Felej! Akarod a csontokat, vagy sem? A csont az öné. Furcsa. Ez az első alkalom, hogy lemond a csontjáról. Felejjel nem beteg. Szégyen gyalázat! Valami konkrét dologra cél? Így bánni egy emberre! Szerintem ez egy emberi lényen! Ez gyalázat! Botrány! Uraim, nem nagyon szigorúan. Ha nem veszi tapintatlanság, hány évesen? Maga? 70? Mit gondol, hány éves lehet? Hát én tőle kérdezem. Tapintatlanságot követtem el.
Pálozom. Uraim, köszönöm a társaságért. Bár meg lehet, hogy még egy már terszívok az önök társaságában. Mit szólnának hozzá? Nem vagyok nagy dohányos, szegény dohányos vagyok. Kifejezetten szerint, nem is szoktam egymás után két törést felszívni, de tényleg kicsit gyorsabban ver a szívem, igen. A nikotin. A nikotin a bűnös. Önök talán nem is dohányoznak? Igen? Nem? Részletkérdés végül. Most úgy kellene leülni, mint egészen természetes lenne, de mivel felálltam, ez nagyon ennyi, igaz? Nem szeretném, hogyha úgy festene, mintha, nem is tudom, meghátrál. Mit mondod? Talán egy szó sem szól? Lényegtelen. Végtére is. Most már sokkal jobban érzem magam. Induljunk. Már is. Egy pillanat. Széken. Thank you.
csomagom. Miért? Miért tartja mindig? Miért nem teszi soha le? Miért? Ha! Már értem, ha valósan mondották volna. De ő miért nem teszi kérdele? Nos, vizsgáld meg a kérdést. Egy jó barát. De van? Vagy esetleg nem akarja még? Ez már észre nem akarja. És vajon miért nem akarja? Elárulod, hogy meg odaír. Figyelem! Azért, hogy meghatódjam, és megtartsam. Könyörületet kelteni, hogy ne akarja megválni tőle. Bár nem egészen így van. Meg akar szabadulni tőle? Be akar csapni, csak ugye nem megyek lépre. Meg akar szabadulni. Azt képzeli, hogy ha jól drógelkodik, akkor én majd kísértésben jövök, hogy tovább is vele dolgoztassak. Túl akar adni rajta? Úgy dolgozik, mint egy disznó, hát nem ez a szakmája. Meg akar szabadulni tőle? Azt képzeli, hogy ha fáradhatatlannak látom, akkor megváltoztatom az elhatározásomat. Nyomorúságos számítás, mintha éppességgel szűkében lennék a drógeroknak. Atlasz! Jupiter fia! Azt hiszem, válaszoltam a kérdésükre. Folytatom kérdezni még valamit? Meg akarsz szabadulni tőle? Kérem, egyet figyelemmel, kerületben van a lélek bűneire és az enyémben, ha a véletlen nem jutott. Meg akarsz szabadulni tőle? Meg akarsz szabadulni tőle? Meg? Ám ahelyett, hogy egyszerűen kidobnám az ajtót segberúgások kísérletében, én jóságosan kihajtom a megváltóról elnevezett piacra, és eladom valami hasznosan belőle. Az ilyesféle szerzeteket előzni tehetetlenség. Tulajdonképpen meg kellene ölni őket. Sík. Egy kivét útjában több a kérdését. Igazdalja meg, ha már annyira sajnálja. Törülje meg a szemét. Hadd érezze, hogy törődnek vele. Hát ide vagy én. Siessenek, mert már nem sokáig. Thank you.
sem lesz éjszaka. Nélküle csak a mesterségemmel kapcsolatos aljas érzéseket indulatok foglalkoztattak volna. Hogy mi a mesterségem? Nem fontos. Szépség, fáj, nagy igazságok látják, úgy véltem, hogy én ezekhez nem értem, és akkor beszereztem egy klokkot. Klokkot? És tudom, 60 éve. Ölése 60 éve lett. Ki mondanám meg, hogy ilyen idős vagyok, mi? Ugye senki? Mellette fiatal embernek látszom. Kalap! És most nézzenek meg engem. És most túlad öreg hűségre szolgálja? Dani! Miután kiszedte belőle az életet, az erőt elhajítja, mint barátja! Nagyon szívesen lehetnék, de nem tudom, hogy kérdék hozzá.
Jó, lássuk. Uram, foglaljon. Kér, foglaljon. Nem, köszönöm igazán. Előszakoskodjon. Uram, hát ne áldogáljon itt. A végén még meghűl. Azt hiszi. Tökéletesen biztos vagyok benne. Kicsit. Köszönöm, kedves barátok, ismét kényelmesen ülök. De itt az ideje, hogy elbúcsúzzunk, mert a végén éjjel később. Az idő megállt. Egy óra. Egy óra. Ma mindent feketén lát. Kivéve a végboltot. Tudom, mi a baj. Tudom, mi a baj. Önök nem devalósiak. Mert önök nem tudják, hogy milyen nálunk az alkalmat. Ha akarják, elmondom. Jó? Figyeljen, kérem. Figyeljen. A világ bármely ege a napnak ebben a szakában, ugyanezen a szélességi fokon, a szép idő van. Egy órája már! Igen, körülbelül egy órája, miután délelőtt 10 óra óta elárasztott bennünket a vörös és fehér fény záporával, ragyogással egyszerre gyengülni kezd. Légy a halvány. Halványabb és halványabb, egészen addig, amíg egyszer lehet. Mégis! Most többé. Csak hogy a nyugalom és a szerénység a fátyol mögött. Már ott vágtott, vágtott az éjszaka, és ránk veti magát! Klatt! Így! Így van ez. Éppen akkor, amikor a legkevésbé vár. Frankos, nagy segítség lenne. Nem vagyunk orvosok. Mit tehetnék? Látják, ezen tűnődöm. Ezen tűnődöm, hogy mit tehetnék, hogy ne érezzék ki a lassúban a divinulását. Szerintem megbeszélünk arról,
talán kérdezem magadról. Sőt úgy. Feled hangod? Kifogásra. Sőt, azelőtt kifejezetten érdekesen gondolkodott, foglalkoztatja magadnak. Na, nem rosszal. Egy szóval meg így gombatját, hogy gondoljon. Inkább táncoljon, az mulatságosan. Nem feltétlenül. De nem igaz, Didi, hogy vidámok volna? Én szívesen meg akarnak gondolkodni. Talán azt is meg lehetne csinálni, hogy előbb táncolj és aztán gondolkodj. Hogy nem, természetesen. Egyébként is ez a természetes sor. Akkor táncolj. Halló? Táncolj, Liszta! Ennyi az egész. Tovább! Hát ezt én is meg tudom csinálni. Némi gyakorlásom kár. Az előtt hány táncot? Harangot. Harangot. Körtelet. Csinket. Fandango. Még hormány. Tudják, hogy hívja ezt a táncot? Alánk a gyújtó halála. A rákosok kostyán. Háló tánc. A hálóval van. Van benne valami. És mindig engedelmeskedik? Yeah, oh. Gondolkodsz.
teljes időn. Csak isteni apátiája, isteni atambiája, isteni afáziája magasságából szer fölött szeret mindannyiunkat, néhány kivétellel. Nem tudni miért, de majd megtudjuk. És szenved, akár csak az isteni Miranda, együtt azokkal, akik nem tudni miért léteznek. Időnk azonban van a gyötrelemben és a tűzben, melynek lángjai és izzása, ha csak még egy kicsit tartanak, és ebben ugye a kikételkedik. Végezetül a mennyezetet is tűzbe borítják, azaz a poklot felviszik a fellegek közé, melyek olykor manapság is oly kékek és nyugalmasak. És noha nyugalmuk intermittál, mégis örömmel fogadjuk, de ne siessük el a következtetést, tekintettel arra, hogy másfelől a még be nem fejezett kutatások következtében, de ne vágjunk a dolgok elébe. Eré és Fassard be nem fejezett kutatásai díjjal tüntette ki a Bernambrassi Antropopapapametriai Akadémia, és megállapítás nyert minden tévedés lehetőségét kizáróan, ugyanakkor számolva az emberi számításokkal együttjáró tévedésekkel, hogy Eré és Fassard még be nem fejezett kutatásai következtében megállapítást nyert, pirítást nyert, amint következik, következőleg, vagyis ne siessük el az ítéletet, mert nem tudni miért. Poinson és Batman munkássága nyomán világosság derült rá. Mégpedig oly világosság, hogy Fingolf és Büffen be nem fejezett munkái tanúságaként nem tudni miért, Eré és Fassard be nem fejezett következtében igazolódik, hogy az ember, hogy a Bresci Eré és Fassard embere, vagyis röviden az ember, azaz a rövid ember, a táplálkozás fejlődése a szemét elfordása ellenére is soványodik, ugyanakkor párhuzamosan nem tudni milyen okból, a testi kultúra és a sportok gyakorlása ellenére, amilyenek a tenisz, a futball, a futás, a kerékpározás, az úszás, a lovagás, a repülés, a fenegezés, a tenisz, a karmaokázás, a görkorcsolyázás, a korcsolyázás, a repülés, a sportok, a téli sportok, a nyáriak, az ősziek, a gyeptenisz, a tenisz, fenyőtetején és döngölt földön, a repülés, a tenisz, a hoki földön és tengeren és levegőben, a penicillin és helyettesítői, hogy rövid legyek, folytatom, egyszerre és párhuzamosan zsugorodnak, nem tudni mi okból, a tenisz ellenére, folytatom, a repülés ellenére, a golf ellenére, 18-ünkkal, a jégtenisz ellenére, röviden nem tudni miért, Szenni Oász megyében, egyszerre és párhuzamosan nem tudni mi okból soványodnak és zsugorodnak. Oász már röviden, minthogy. A tiszta veszteség pacákonként volt-e halála óta 2 ujj és 100 gram, pacákonként, átlagos hozzávetőleg szék, kerek, számban élő súlyban Normandiában, nem tudni mi okból, hogy rövid legyek, a tények beszélnek, de ha másfelől tekintetbe veszük, ami még súlyosabban esik a latba, hogy Steinvég és Fényénél, ebből következően még súlyosabban esik a latba Steinvég és Péterben a bajnokságban, hogy a síkságban, a hegységekben, a tengerpartján, a patakok partján, a tűzpartján, a levegő és a föld mindig ugyanaz, vagyis a levegő és a föld a nagy hidegekben, a levegő és a száraz föld a kövek számára a nagy hidegekben, sajnos időszámításunk 2. százada óta, a száraz föld, a tenger, a köveknek, tengeren és szárazföldön és levegőben jutányosan folytatom, nem tudni fogom, a tenisz ellenére a tények beszélnek, nem tudni mi okból folytatom, röviden a következőben. Folytatom, felkintek az én időben párhuzamosan nem tudni mi jobban a tenisz ellenére a következőben. A szakál, a lángok, a könnyek, a nagyon kék és nagyon nyugodt kövek, sajnos a fejek. Durva nyilván a tenisz ellenére az a vagyatunk egyébkezetlenül. Csami még súlyosabb, a kövek. Röviden folytatom, sajnos az a bajod a fejezetlenséget, Normandiával a fejed, a tenisz ellenére sajnos a kövek, faszár, tenisz kövek, nyugodt kövek, faszár, kövehezetlenül, a bosszú megtörtént. No, no, no.
Nem fogok ott tájékozódni. Majd én jár. Alapra, tisztó! De lehet, hogy már nem is ér. Alapra! Alapra! Kelj föl! Vigyázzon! Kelj föl! Kettők! Kelj föl! Kelj föl! Segítsenek! Hogy hogy segítsen? Állítsak fel! Szerintem direkt csinálják. Táncolni kell! Már unom rá az egészet. Gyerünk, próbáljuk meg még egyszer. Tartsák! Tartsák erősen! Elerzik! Tartsák! Tartsák erősen! Láttam, de nem ismered. Hogy ne ismernéd? Hogy nem.
Hidd el, ismerjük őket, de te mindent elfelejtesz. Kivéve, ha csak ugyan nem ugyanaz. Nem ugyanazok. Különben ők is felismertek volna. Ez semmi sem jelent. Én is mit tettem én, ha nem ismernék fel őket. Ami pedig minket illet, minket senki sem ismer. Ugyan, Évi, tudod, hogy mire lenne nekünk szükség? Mert hát lehet, hogy nem ugyanaz, hanem. Uram! És meg a másik lábam fáj. Minden előbb kezdve. Gyere, közelebb, fiacskám! Albert úr! Én vagyok az. Mit akarsz? Gyere, közelebb! Nem hallod? Gyere, közelebb! Virusság! Godó úr küldött. Természetesen. Gyere közelebb! Gyere közelebb! Nem hallod? Miért ilyen késő lesz? Miért ilyen késő lesz? Üzenetet hoztál Godó úrtól? Én nem késő lesz! Halljuk! Válaszolj! Hagyd már békén! Nem az enyémben, uram. Hát ki? Talán az enyémben? Féltem, uram. Féltél? Tőlünk? Válaszolj! Már értem! Azoktól félt! Mi oda itt? Csak egy perce, uram. Ismered őket? Nem, uram. Ide való vagy? Ide való, uram. Szemeszedett hazugság! Mondd meg az igazat! Hagyd már békén! Mi bajod van? Boldogtalan vagy. Nem mondd, és mi jó? Elfelejtettem. Az emlékezetem a csúfa tűzbe ül. Szóval? Godó úr. Ugye? Már találkoztam veled. Nem tudom, uram. Nem ismersz? Nem, uram. Tegnap nem voltál? Nem, uram. Most vagy itt először? Először, uram. Ez szokás mondani. Godó úr megbízásából közlöm, hogy ma este nem jöhet, de holnap feltétlenül eljön. Ez minden? Ez minden, uram. Godó urán dolgozom? Nála, uram. És mit csinálsz? A kecskéket őrzöm. Kedves hozzá? Kedves, uram. Nem szokott megverni? Nem, uram. Engem nem. Kit verni? A testvéremet, uram. Szóval van testvére? Van, uram. És mi a foglalkozása? A juhokat őrzi. És téged miért nem ver Godó úr? Nem tudom, uram. Bizonyára szeret? Nem tudom, uram. Eleget eszel nála? Jól tart? Elég jól, uram. És nem vagy boldogtalan? Érted a kérdést? Értem, uram. Szóval? Nem tudom, uram. Akárcsak én. Elmehetsz. Mit mondjak Godó úrnak, uram? Mondd neki, mondd, hogy láttál bennünket. Nem ugye? Láttál bennünket? Igen, uram. Valaki, aki éppen olyan, mint én. De a lába is. Boldog lesz a cipőben.
Nem járhatsz nezik már. Jézus is úgy járt. Jézus, mi közöttek egy Jézushoz? Csak nem hasonlítasz hozzá magad. Egész életemben Jóhoz hasonlítottam magam. Más, meleg volt, jó élet. És az embert egy-kettőre keresztre feszítették. Itt most már semmi keresni dolog nincs. Mások sincs. Bobó, ne légy már ilyen! Holnap minden jó lesz? Tudjam, miért lenne jó? Nem hallottam, hogy a kérdést mondod? Nem hallottam. Azt, hogy Bobó holnap feltétlenül el. Mi szólsz hozzá? Azt, hogy akkor várjuk. Hülye, hogy fedél volna kell nézni. Gyere! Kár, hogy nincs egy dalkötöm. Gyere, kezd hideg lenni. Holnap juttasd eszembe, hozz a kötöm. Jó, jó, de gyere! Nem jut is, hogy éjjel nappal együtt vagy? Nem tudom. Talán 50 éve. Emlékszel, amikor a szajnába ugrottam? Születünk egy dolgokban. Kihaláztál. Véges végre elfelejöttem az egész. A ruhámat a napon szárított. Ne gondolj rá! Gyere! Vágy! Vázd! Azon gondolkodom, hogy belül nem lett volna okosabb, hogy aki maga marad és éli a maga életét. Nem vagy egy kedvesztő. Nem biztos. Tudom, semmi is nem. És ha azt hiszed, hogy ő így jó, nem jó a válasz. Most már nem érted. Hogy van? Most már nem érted is. Akkor menjünk? Menjünk. Thank you.